A következő grafikon típus, amivel megismerkedünk, a boxplot, az ordinális változók megjelenítésére lesz majd alkalmas, illetve használható lesz majd skálatípusú változóknál is, például az outlierek keresésére is boxplotokat fogunk majd használni. Szóval szükségünk van egy ordinális változóra ahhoz, hogy a boxplotot be tudjam mutatni. Az adatbázis, amit használni fogunk, az továbbra is az életértelmessége adatbázis, amiben jelenleg nincsen igazából ordinális változónk, úgyhogy kénytelenek leszünk mi létrehozni egyet. Nagyon sok klinikai kérdőívnél találkozok olyannal, hogy a szép folytonos változót, ami egy kérdőív skáláinak létrehozásával létrejön, azt a klinikusok számára különböző kategóriákba sorolják a kutatók, vagy a kérdőív létrehozói, tehát például itt ezt a 0-tól 16-ig terjedő BSCI életértelmessége skálát besorolják egy 0-1 pontot ért csak el veszélyesen alacsony, 2-4 pontot figyelmeztetően alacsony, 5-8 normál alacsony, 9-12 pontot ért el normál magas, 13-16 pontot ért el kiemelkedően magas kategóriába. Ez mind nagyon klassz, hogyha ilyen kategóriákat létrehozunk, akkor, hogyha ezt a kérdőívet, ezt a klinikai munka segítésére akarjuk használni, tehát például szeretnénk valahogy megfogalmazni magunknak azt, hogy ha valaki 3 pontot ért el, akkor az ő életértelmességét azt mennyire tekintsük alacsonynak, és akkor ebben egy ilyen kategorizálás nagyon sokat segít, egy ilyen ordinális változóvá tétel nagyon sokat segít, mert akkor be fogjuk tudni sorolni a személyt, hogy neki figyelmeztetően alacsony az életértelmessége értéke. A probléma az az, hogy nagyon sokszor a klinikai területen dolgozó kutatók ezt a kategorizálást szeretnék átvinni a statisztikára is, és amikor majd a BSCI pontszámmal dolgoznak, akkor a szép folytonos változó helyett ezeket az ordinális sátett változó fajtát szeretik használni. Ami sok szempontból káros lehet, hiszen amikor ilyen ordinális kategóriákká átalakítjuk, akkor gyakorlatilag elveszítjük azt, hogy ez egy skálatípusú változó lenne, helyette csak egy ordinális változónk lesz. Magunkkal is kiszúrunk, mert nem fogunk tudni egy csomó parametrikus próbát végrehajtani, nem fogunk tudni rajta lineáris regressziót végezni, t-próbát végezni, anovákat végezni, mert azoknak mind feltétele az, hogy a változónk, legalábbis a függő változónk az skálatípusú legyen. Mellette viszont információt is veszítünk, hiszen most már akkor, hogyha besorolok mindenkit 5-től 8 pontig a normál alacsony kategóriába, akkor igazából eltűnik az a különbség, az a változatosság, ami a kategórián belül egyébként a személyek között jelen van, mert van, aki 5 pontot, van, aki 8 pontot ért el. Ezáltal gyakorlatilag a saját statisztikai erőnket fogjuk csökkenteni, és az eredményeink általában kevésbé lesznek szignifikánsak. Ez a kategorizálás miatt. Tehát gyakorlatilag most nagyon hosszan elmondtam, hogy miért nem jó ilyen kategorizálást csinálni, nekünk viszont most ahhoz, hogy a boxplotokat meg tudja mutatni, szükségünk van egy ilyen ordinális változóra, úgyhogy csináljunk ebből a BSCI változóból egy ilyen klinikai rangsorolást. Ezt már tanultuk, ehhez a Transform, Recode into Different Variable-t fogjuk használni. Egy korábbi videósorozat részben az adatoknak a feldolgozásánál már volt szó erről a menüpontról. Tehát Recode into Different Variable, amelyik változót szeretném átkódolni, az a BSCI életértelmessége, azt teszem ide át, és ide pedig be fogom írni azt, hogy ez a BSCI rangváltozó lesz, ezzel gyakorlatilag egy új változót fogok létrehozni, tehát itt az elnevezésnél ugyanúgy életben vannak azok a szabályok, amiket a változó névadásnál már tanultunk, hogy rövid, könnyen érthető, speciális karakterek, szóközök, ékezetek nélküli elnevezést kell adni. Ezzel szemben itt van a label, na ide lehet a szép változó nevünket megadni, tehát ez a BSCI kötőjel élet értelmessége rangsorolt, vagy rangok változó, vagy ordinális változó. Legyen ez így, ordinális változó. Rá kell kattintani a change-re, lehet látni, hogy itt még egy kis kérdőjel van, de ha a change-re rákattintok, akkor most már látszik, hogy a BSCI-ből a BSCI rang változót fogjuk majd létrehozni. Na, menjünk be az Old and New Values-ba, és adjuk meg a szabályokat, ami alapján ezt az átkódolást csinálni akarjuk, és akkor azt látjuk, hogy range-el, itt vannak ugye azok, hogy melyik értékekből milyen új értékeket akarunk létrehozni. Gyakorlatilag megtehetném azt, hogy itt value-val végig megyek, hogy az egyes, vagy bocsánat, a nullából egyest akarok csinálni. Egyesből egyest akarok csinálni. Kettesből kettest, hármasból kettest, négyesből kettest, ötösből hármast, és így tovább egészen 16-ig értékenként végig tudnék menni ezen a dolgon, de ilyen esetben nyugodtan lehet használni a range-eket is, tehát tartományokat is meg lehet adni, és akkor azt mondom, hogy nullától egyig mindent egyesnek, új érték egyesnek szeretnék kódolni, rákattintok az edre. Aztán 2-től 4-ig mindent kettesnek szeretnék kódolni, rákattintok az edre, aztán 5-től 8-ig mindent hármasnak szeretnék kódolni, rákattintok az edre, 9-től 12-ig mindent négyesnek szeretnék kódolni, rákattintok az edre, és 13-tól 16-ig mindent 5-ösnek szeretnék kódolni, és megint rákattintok az edre, meg lehet adni azt, hogy minden más érték, hogyha esetleg vannak hiánykódok, vagy bármi más érték, ami gyakorlatilag az adott skálán nem elképzelhető, akkor az all other values, az system missing, hiányzó értékként szerepeljen az új változómban. Rákattintok az edre, és akkor azt mondom, hogy continue, és futhat. Gyakorlatilag létrejött egy BSCI rang változóm. Látható, hogy a 14-es érték az ugye, az a kiemelkedően magas, és meg is kapta az 5-ös pontszámot, az 5-ös érték, az pedig a normál alacsonynak a legalja, meg is kapta a 3-as értéket. Na hát ezt a változónak a tulajdonságait is be kell állítani, átmegyünk a Variable View-ba, be lehet állítani, hogy a decimálisok az gyakorlatilag 0 legyen, ugye megkapta a labeljét, ez az, amit beírtunk a Transform Recode into Different Variable-nél labelként, és akkor még a values-okat kell megadni, itt ugye rákattintok a nonra, és akkor megadom, hogy az egyesnek a jelentése azt, hogy veszélyesen alacsony, a kettesnek a jelentése az a figyelmeztetően alacsony, bár igazából nem fogom használni ezeket a címkéket a jelen vizsgálatban, mármint akkor, amikor a boxplotokat, mert gyakorlatilag mindig azt csináljuk, a boxplotokat akarom használni, de azért az a helyes, normál, alacsony, hogyha az ember új változót hoz létre, akkor azt tényleg készítse elő, mert még nem tudhatod, hogy mi másra fogod használni ezt a változót. Normál, magas, és 5, kiemelkedően magas. Rákattintunk az edre és az okéra. Na, most már van egy ordinális változónk, és akkor megnézhetjük azt, hogy ezen hogyan lehet boxplotokat kikérni.